I'm going on a road trip with my dad to see if we can overcome our political differences. I'm nervous too. We come from different ends of the political spectrum. We can joke about it. But talking politics often ends up like this. I feel like you hate me. Let's make fun. I feel it. Maybe I'm paranoid. Do you feel like Orbán has driven a wedge between me and my own dad? Teljesen más háttérből jövünk, akármiről beszélünk. Hát nem lehet annyira... Annyira... Igen. My dad's name is János. He escaped communist Hungary in the 70s and came to Britain to work as an engineer. That's me. I grew up to be a video journalist for The Guardian. My dad retired and returned to his homeland, becoming a supporter of Hungary's nationalist Prime Minister, Viktor Orbán. Viktor Orbán has eroded checks and balances, undercut the free press, inflamed racism and xenophobia. Lurch to the authoritarian right. He's been condemned in the international media, and there have been protests against him in the streets this winter. I'm on the side of the protesters and think Orbán has taken the country to a darker place. But he's won three elections in a row with big majorities. And I'm hitting the road with one of his supporters, my dad. Jó. Na, akkor, akkor induljunk. És a liftet. Pedig ez legalább 100 éves ez a lift. My dad returned to Hungary in 2009. Ilyen sehol nincs. Two decades after the fall of communism, the country was in a mess. Then Orbán came to power. Ebből az utazásból te mit akarsz? Hogy végre van egy olyan időszakunk kettőnknek, hogy tudunk beszélni, akkor kiszélesedik a látókörök. Neked? Az alapigazságokat tekintve nem szélesedik ki. 100%-ig nem érdekel. Biztos vagy a tiédben is ki? 100%-ig biztos vagyok. Bizonyos dolgokban 100%-ig biztosnak kell lenni. Alapvető dolgok, hogy a föld gömbölyű, meg kettő az négy. And his basic political principle? Hungary is a small country that's always faced a struggle for its survival. Egy angol engem azért nem tudja elképzelni, mert őt nekik nem kell nap mint nap a szabadságukért és a nemzetük meglétéért küzdeni. We're in Budapest. It's the anniversary of the Hungarian Revolution of 1956 against a brutal communist dictatorship. És amikor mentek a tüntetések, a magyar zászlóval mentek, de kivágták a közepét, kivágták belőle a vörös csillagot. És ezért a forradalom szimbóluma a lyukas zászló. Russian tanks invaded to crush the rebellion. Én 6 éves voltam, az egész ház lement az óvóhelyre. Mert lőttek, állandóan lőttek. És féltél vagy fél, nem? Fél, be is pisültem. Be is pisültem esnékben. Képzeld el. Hogy egy óriási, agresszív, elnyomó nagyhatalommal, egy tirániával, tiránia ellen fel tud lépni egy ilyen kis ország. Ez szimbolizálja a magyar nép szabadság iránti vágyát és küzdelmeit. For my dad, these communist-era divisions persist today. Magyarországon a politikai törésvonal nem a jobb és a baloldal között van. Itt a globalista csoportok állnak szemben a nemzeti oldallal. Attól vagyok szomorú, hogy itt látom, hogy olyan megosztó, például az Orbán, amikor beszél, megosztó, és szét, és ez a Zolt Bayer, és ez nem jó egy országnak, ez nem egészséges. Hát Magyarországon nincsen izé, nincsen független képviselő, meg független újság. We're on our way east to Miskolc, a city that has lost a quarter of its population since the 1980s. We're meeting two young women who decided to come back to their home city. I wanted to show my dad that you can be pro-Hungary
without necessarily supporting Orbán's version of nationalism. Nem merek beleugrani. Pedig olyan jó lehet. Ne ugrok. De hogy? Na! Lehetek? Mr. Bean! Ó! Oh. Aj, de jó! Nem tudom kijönni. Mert ő mondja nekem azt, hogy túlságosan keskeny és túlságosan egy irányba. Claudia and Lily are part of a group of young people trying to kickstart a revival in Miskolc through culture. They call themselves the Miskolc Alternative Generation. És sajnos egy csomóra ki van téve az eladó, és sajnos egy csomó itt van hagyva. És ez az egyik álmunk, hogy a Kisavasból egy ilyen kulturális negyedet lehetne csinálni egyébként. Ez is mennyire szép ez az itt várlak. Igen. Gyönyörű lehetett ez is. Mennyire helyre lehetne hozni. They had a lot in common, returning to their homeland, sharing a sadness for its decline and a hope for its future. And they really connected by avoiding politics. We don't really like talking about politics because we feel that once you choose a side, it is really difficult to get out of it or to get like far from it. Or I don't really know how to explain. Igazán megosztott, az biztos. Tehát olyan ellentétek vannak. Ezt nem kéne. Olyan, akkor nem lenne. Nem kellene, nem kellene. Igen. Lókarás. Ez az alternatív generációnak a... No. Ne. Mi nem politizálunk. Így van. Nyíltan. There is plenty of outspoken opposition to Orbán. I took my dad to see a protest against Orbán's new homelessness law. A nyelv hatalom. Lehet szeretetteljes, és lehet gonosz. Segíthet, és árthat. Érdekes, igen. Meg kell mondanom, hogy egy csomó aggódó ember, aki ilyen szeretetet akar. So far, so good. I suppose in many respects we are at ground zero right now. So not only there is an unprecedented far-right wing hegemony in Hungary, but also the opposition is in a terrible state. Very hard for anyone to talk about anything else now than this paranoid fear from migration. Ez nem paranoiás, ez egy valós veszély. Haraptam a nyelvemet. Először is. A világon több ezer millió, több milliárd olyan ember van, akinek nincsen élettere. Ez nem Anglia, ahol az ország uralja a föld felét. Amerika, ez egy icipici ország, amelyik megszűnik. Na, félek. Én rettegek. És az emberek 90%-a fél ettől. Az ilyen fiatal srác ez nem látja, hogy ez azért csinálja az Orbán ezt, mert ő is fél, meg akarja menteni az országot. Migrációról és a határvédelemről tárgyalnak reggel óta az állam és kormányfő Brüsszelben. A bevándorláspárti javaslata, amely szerint a nemzetállamoknak át kellene adniuk a határvédelmet az uniós határvédelmi ügynek. Minél öregebb vagy, annál jobban félsz a dolgoktól. És a fiatalok nem. És a fiatal meg vakmerő. Tehát, hogy az nem fél. Egyrészt azért nem fél, mert nem tudja, hogy mitől kell félnie. Egy kis baba, egy 4 éves kimegy az utcára, elé áll egy autónak, nem tudja, hogy mi, nem fél. Of course, Orbán was once a young man too. It is Marshall. 30 years ago, as communism was falling, Orbán was a student activist. Ha van bennünk elég mer, ha van bennünk elég mert, hogy mindezt akarjuk, akkor, de csak akkor beteljesíthetjük forradalmunk akaratát. My dad was watching all of this from England.
Mi úgy nőttünk föl, hogy azt hittük, hogy a kommunizmus örökre velünk marad, és csak egy atomháború vetett ennek véget. Nagyon reménykedtünk, hogy végre sikerül, szinte nem is hittünk a szemünknek. We're driving south across the great Hungarian plain. Menjünk oda be, ott a büfébe, láttad? Miért? A kocsma. Én ilyen mi? Helyen szeretek filmezni. De miért? Mi van? Hát ne beszélj emberekkel. Mi van? Nehéz a munka. Nincs munka, vagy nincs munka? Itten nincsen semmi. Igen. Ott dolgoztam a teljesbe, utána meg a húskombinátnál. 23 éve. Az megszűnt a kinti. Igen. Angolok vették meg, vagy... És van helyette már? Közmunkában van az egész. It was my turn to cross the political divide and meet the local mayor from Orbán's Fidesz party. Hogy én Guardian nevű újságnál dolgozok. Van liberális újság. Mindig szid engem. Mindig mondom neki, hogy nem fognak veled beszélni. Nyilván vannak nézetbeli különbségek, de hát ettől vagyunk sokszínűek. The work program is Viktor Orbán's welfare policy for the parts of Hungary you might call left behind. And here, it's been used for some unexpected ventures. Tehát ne csak az állóparton üljenek és a seprűt fogják és sétáltassák, hanem tényleg produktuma legyen a munkájuknak. Ezt a sajtmanufaktúrát és az üzemkormányzat tulajdonosa. Sokáig kindolgozott Angliába, a Tesco-ba volt közelkezett. Ja, Tesco lábban. Volt a pince, meg szakács. Tesco-ba milyen volt? Kegyetlen. Nagyon sok nációval dolgoztam, portugállal, lengyellel, szlovákokkal, szlovénekkel. De a haza mindig hiányzott. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor az ember nem véletlen születik ide, és egy ilyen olyan belső készítés, hogy nekem ott kell lenni. Nekem is jó volt, csak meg 30 év is. Azután hazaköd, na az kemény lett. Meg nyugdíjban mentem, mondom, jó, kész. De ezek miatt körülbelül, amit én mondtam, nem? Hazaszeretet. Igen, hazaszeretet, így az. 2009-ben visszaköltöztem. Már kezdtem aggódni az országért, mert Görögországgal egy szinten emlegették. És Orbán megnyerte a választást, és ő elmondta ugyanezeket, nem leszünk többé gyarmat, visszavásároljuk az állami tulajdonokat, és nem lesznek megszorítások. De a tőkés kizsákmányolást viszont vissza fogjuk szorítani. I was starting to understand my dad. Us lefty liberals, as he calls us, tend to think we have the monopoly on virtue. We talk about populist leaders who represent fear and lies. But for my dad, Orbán represents hope. Tehát a nyugati média szerint jobboldali, és itt is jobboldalinak tartják, de inkább egy baloldali beállítottságnak lehetne nevezni. But something else was building up in me. A sense that I was, in his eyes, lacking something. Nincsen nemzeti érzésed, semmilyen nemzeti érzésed. Nincs. Azért, mert azt mondtad, hogy téged nem érdekel, hogy 50 év múlva mi lesz. És akinek nemzeti érzése van, azt szeretné, hogy 50 év múlva jó legyen itt, ez az ország sikeres legyen. Az 1713-ban épült baromi... Én 150 éves Csabai Kovács. Kérdelem szerint Tibuszt között is csökken a lakosság száma. Annyi változás van 50 év alatt, hogy felismerhetetlen. We were now looking for the farm where my dad spent his childhood summers. Biztos, hogy nem az. Jó napot kívánok! Kiskoromban itt voltam a tanyán, a nagyszülőknél. És azt nézem, azóta hogy... Domokos Gábor Domokos bácsi tanyája. Jaj, hát én Domokos János vagyok. Én ismerem bácsira is, én nem, hát kisgyerek voltam. Kis... Hogy változott az élet itt azóta, régi idők óta? Nem lehet tudni. Igen. Van benne jó is, meg van benne rossz is. Igen. Hát ez isteni szerencse. Basszus!
Itt legeltettem a teheneket, képzeld el. Mindig kültéren voltunk, dolgoztunk. Ez egy gazdagító élmény. Annyit tudjál erről, hogy egy ilyen tanya teljesen önfenntartó volt. Cipő nem volt. Cipő nem kellett. Megérteni az itteni viszonyokat nagyon nehéz. És különösen angol szemmel megközelíteni. A nagymamám mesélte, hogy egyik nap jöttek a németek, és utána jöttek az oroszok, megerőszakolták a nőket, apukámat ki akarták végezni. Képzeld el, hogy a nagymamám ezt hallotta, hogy viszik a Gábort a kukoricába, szaladjon ki, és akkor odament a katonákhoz, és elkezdte pofozni őket, a géppisztolyos katonákat. Elengedték apukámat, jól segbe rúgták, és na menj vissza. Ez az, bassza meg. Gyere, menjünk vissza. Én elkezdek félni. Na, szia, menjünk. Nincs veszélyérzésed. Hogy mindig találni kell bennem egy hibát. Nem kell találni hibát, én féltem a kutyától. Mondom, én itt szerettem volna megállni. Nem mész el ilyen messzi egy ismeretlen helyen, mint a Hyde Parkba. Hyde Parkba vagy. Hogy ezek a kutyák, ezek tanyasi kutyák. Mire oda megyünk, jön öt kutya, és izét csinál belőled, pasírtok. Tehát nincs izé, veszélyérzeted. Olyan, mint a migráns helyzet, ugye? Hogy... De teljesen olyan. És mi van, ha arról jön egy kutya? I'd never seen this side of my dad before. I was feeling vulnerable too, and by now we were both tired. Nem bízol rá semmit se. Mindig soha, mindig semmi. Cognitive distortion. Keywords a soha, mindig, semmi. Tehát ezek a túlzások. De olyan érzésem van. De mert kognitív disztorom. I'm taking shots of the fucking house with the sunlight in the background, because that's how it looks nice. Not from a fucking fence, okay? You don't know how to make a film, okay? I've sat here listening to you, criticizing me non-stop. Something about this road trip, the intense mixture of the personal and the political, really got to me. King hate me, that's how I feel. I'm telling you, I feel like you hate me. Ez meg ezért. I feel it. Maybe I'm paranoid. You don't like it when people call you paranoid about migration. Akkor lehet, hogy paranoia, lehet, hogy az. Szerintem én elmegyek a picsába haza most már. Faszom tele van ezzel. But we drove on to the Sausage Festival. A 2018. évi nemzetközi szárazfolvász verseny bronzérmese Kovács Árpád mezőverünkből. Our argument was still fresh, and I didn't feel like talking to anyone. But the organizers had other ideas. Örömmel üdvözölt, és föl kell menni a színpadra, és egy pár szót mondani arról, hogy miért vagyunk is itt, honnan jöttünk. El ne essél azzal meg. Hello, Békés Csaba. Csinálunk együtt egy ilyen úti filmet Magyarországon. És ennek a fénypontja ez, hogy Békés Csabai kolbász fesztivál. Úgyhogy nagyon örülök itt lenni. Kicsi koromból sok kolbász ettünk. Én mutattam be a kolbász művészetét. We didn't talk any more politics that night. Every person here in this area making sausages, and everybody's got his own secret recipes, even from grandparents to parents, from parents to child. Suddenly, a lot of things kind of made sense. My dad is a product of his family recipe, and so am I. Ez már nem kolbász, nem gyógyszer. Orvosság. Hogyan már, hogy itt vagyok? Orbán, hallod? Viktor, gyere ide! Hallod? Nem vagyok parancs.
Nagyon fáradtak vagyunk, de nagyon élvezetes. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó. Ilyenkor van kép? Semmi kép nincs, nem. De akkor mi jó ebbe? Nem, hogy kikapcsol a villany. De mi jó ebbe? Induljunk, fiam. És ha fókozni akarsz? Hát ez egy szar. Nem könnyű. Okay, nah. So, how are you feeling after last night? Feeling a bit worse for wear this morning. So the palinka did the damage mostly. So, do you think that the film will be successful and a lot of scenes are collected? No. Or will be a big job to cut it together. To be honest, I'm worried that whatever I do with it, you're not going to be happy with it, or someone's not going to be happy with it. Don't worry about that. I'm worried that. As long as you do what I say, you have nothing to worry about. I'm worried that I can't win, you know. Soha nem csinálsz semmit, ami jó. Na, ez pont jó lesz. Work program cheese. Igen. Valami csak változott fel veled, hát... Mondhatod nyugodtan. Nem. Egy-két dolog változhatott talán. De nem vagyok biztos benne, hogy változott. Hát akkor csináljunk még egy utazást? Hát jó lenne, mindig. I don't think I'd change my mind on anything political either. So was it all pointless? I guess I was hoping it would reach some kind of resolution, but maybe the process is what matters. It's the process. It's the fact that we did it. Let's do it. There was one thing left to do. Mi magyarok szenvedtünk eleget a birodalmaktól. Mindegyik jó alattvalót akart faragni belőlünk. Orbán weaves a powerful story out of the things we've seen on our road trip. Nem értették meg, hogy nekünk van hazánk, és a hazának nem alattvalói vannak, hanem fiai. It comes with a fair share of what I would now call cognitive distortion keywords. Nem fogunk lemondani róla semmiféle birodalom vagy globális kormányzás kedvéért. These words are divisive. Nemzeti gyökereitől elszakított elit. And they exclude people like me. Európa a nemzetek hazája, és nem olvasztó tégely. But standing here with these people, with my dad, I felt something else. Whatever Orbán says, we're not that different. Engem ne filmezzél, már nem érdekel. Elegem volt. Elegem volt a beszélgetésből. De még lesz még egy-két szó a kocsmában. Remélem. Szeretném, hogy visszézik a felület. Én abban nem mondom. Gyerek, én el kell előre.